A közelmúltban látott napvilágot Kunkovács László Nánási vásárok, Nánási pásztorok című fotóalbuma, amelyben igen sok érdekes, valamikor az 1950-es évek végén, 60-as években, 70-es években készült hajdunánási vásárokról készült fotókat láthatunk. A vásártartás joga, a vásárok története, az igen messzire nyúlik, sok-sok évszázadra visszanyúló történetük van, nem csak a országos szinten, hanem nánási viszonylatban is, és ezzel kapcsolatban szeretnék most beszélgetni Buczkó Józseffel, a helytörténeti gyűjtemény igazgatójával. Szervusz Jóska, üdvözöllek, és hát akkor ennek kapcsán, no meg talán annak kapcsán is, ugye, hogy éppen a közelmúltban volt a Mihály napi vásár Debrecenben, meg van másik nagy Mihály napi vásár ősszel, tehát azért valamilyen szinten a vásároknak még van valamilyen fajta hagyománya, de ez már közel sem az, ami régente volt, ami egy település, egy környezet, talán egy régió népéletét is, kereskedelmét meghatározta. Hiszen a vásár az nem csak egy adásvétel helyszíne volt, hanem ez attól lényegesen több és nagyobb rétegű volt. Na hát kezdjük ott, hogy egyáltalán a vásártartás az mihez volt köthető, hiszen nem minden település rendelkezhetett vásártartási joggal. Igen. Tényleg érdemes az alapoknál kezdeni, ebből következőleg egy picit messzire kell visszatekintenünk, több száz évnyi időt, egészen Szent István királyunk idejéig. Ő volt az, aki először megpróbálta rendezni, rendbe rakni a vásárok tartásának ügyét, hiszen ez azt jelzi, hogy akkor is voltak, akkor is sok száz éves hagyományai voltak már, ha az ideérkező magyarság is hozta magával ennek szokását. Ám ezek meglehetősen rendezetlen viszonyok között zajlottak, ezért arról rendelkezett, hogy minden vásárt az új haza területén vasárnapokon kell tartani, és azokon a helyeken, ahol templomok vannak. Na most ugye tudjuk jól, hogy az ő idejében 10 településenként volt egy templom, ebből következőleg nagyjából egy településnek 10 településnyi vonzás körzete volt a vásárok tekintetében. Tehát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy az abban a faluban, ahol állt egy templom, annak a környezete egyben piactér is volt, ahol el tudták végezni a napi vagy a heti többszöri piacozást, tehát az élelmiszerek adásvételét, illetve az jószágok és egyéb termények, illetve termékeknek a forgalmazását is, esetünkben éppenséggel hajdunánás centrumában, azaz a piac terén is. Tehát ugye a vásártartás szigorúan szabályozott volt. Levéltári források szólnak arról, hogy Hajdunánás 1799. novemberében kapta meg azt a királyi engedélyt, hogy vásárt tarthat. Noha tulajdonképpen nem innen keltezik a nánási vásártartási jog, hanem sokkal korábbról. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos megállapítás, annál is inkább, mert az 1800. esztendő egyfajta fordulat, vagy egy nagyon fontos dátum, ám ennek az előzményei az előző századokban keresendők. Egyrészt a keresendők a hajdútelepítés előtti időben, egészen bizonyos, hogy az akkori nánás mostani piac terén, köztársaság terén már zajlottak vásárok és a rendszeres heti többszöri piacozások is, majd pedig a várossá előlépett 1605. december 12-től Hajdú várossá előlépett település pedig városi kiváltságai között természetszerűleg kapta meg a vásártartási jogot. Ez egyébként azt is jelentette, hogy amelyik település ilyennel rendelkezett, vagy amelyik ilyet kapott, de korábban mondjuk falu volt, vagy inkább mondjuk úgy, hogy egy kiemelkedő, centrális helyen lévő, de a kereskedelem szempontjából már nagyobb jogokkal rendelkező, mint a környezetében lévő jobbágytelepülések. Ezek, amikor megkapták 1800-tól kezdődően a vásártartási privilégiumokat, tehát kiváltságleveleket, ez egyúttal azt is jelentett, hogy városokká léptek elő. Nánás nem kellett természetesen kétszer előléptetni várossá, viszont ez azt is jelentette, hogy ha egy település a királytól ilyen jogot kapott, akkor a királynak, tehát az adminisztrációnak, a hatóságnak, a helyhatóságnak is joga volt beleszólni abba, hogy a településen a vásárnak milyen menetrendje legyen, hány napon keresztül zajlódik, az évnek mely szakaszaihoz kötődjenek, hány alkalommal, és egy vásári napon belül pedig, hogy megtől meddig, és azon belül pedig milyen termékeket vagy portékákat lehet árusítani. Ma már ez szinte elképzelhetetlen, hogy például egy vásár több napig, ne talán hetekig tart.
ezek a különféle fajta vásárok. Annyit röviden, hogy akkor ez a bizonyos királyi vásártartási jog, ugye, ami 1799 végén keletkezett, de gyakorlatilag 1800-ban tartották az első ilyen jellegű vásárt, hogy itt szabályozták a debreceni és a hajdúsági települések, tehát ezeknek a településeknek a vásártartási jogát és rendjét. És akkor itt határozták meg, hogy egy évben hány vásárt tarthatnak. És akkor Hajdonánás 4 vásárt tarthatott. Hogy volt ez, mely napokon, hogy volt, illetve milyen időszakonként voltak ezek? Gyakorlatilag a király a szokásjogot szentesítette. Tudnélik előtte is hagyomány volt, hogy Hajdonánáson, mint hogy a kiemeltebb nagyobb hajdúvárosokban is, évente 4-szer tartottak vásárt. Tavasszal, nyáron, ősszel és télen, március 15-e, illetve József naptáján rendezték az első vásárnapot, és sohasem egynaposak voltak, ahogy erre korábban utaltam, hanem mindig több napot vett igénybe egy ilyen vásári alkalom, hiszen a vásár lényegéből következik, hogy több, mint piacozás. A piacozás első renden is élelmiszer vagy ahhoz kapcsolódó termékeknek a forgalmazását jelenti. A vásár viszont ettől lényegesen nagyobb skálán mozog, hiszen ott ezen túlmenően jelen van mindenféle iparcikk, amit egyébként a helyi iparos mesterség, a céhrendszer elő tudott állítani, hiszen nekik az elsődleges felhozatali helyük ez volt. Mai értelemben azt mondanánk, hogy a népi kismesterségeknek is ott volt természetszerűleg a helye, és legfőképpen a különféle jószágoknak ez volt az adásvételi rendje. Na most ennek az egésznek nyilvánvalóan nem egy napon kellett megjelennie egy adott területen. Nálunk az 1800-as években, 1900-as években a város főterén zajlott mindez, mert képzeljük el azt a helyzetet, amikor a tyúkpiac, és aztán a tojásárus, és a szürkemarha árusítás, és a mangalic árusítás egyhelyen zajlik, hát ebből csak káosz lehetett volna. Ebből következik, rendet kellett tartani. Az első napon inkább piachozás zajlott, ahhoz kapcsolódó termékekkel, a második napon már átmentek a különféle terményeknek az árusítására, tehát szemes takarmányok, szálas takarmányok és egyebek, és akkor a lezáró szakaszban akár több napon keresztül is egy-egy állatfajtának az árusítása, adásvétele zajlott. Tehát gyakorlatilag a látszólagos, esetleges összevisszaság ellenére ez nagyon is rendszerbe foglalt dolog volt, és hát volt, aki felügyelték ezeket, ellenőrizték ezeket a vásárokat, és szigorú rendszer, tehát mint hogy elmondta, szigorú rendszer, tehát ugye vásárbíró, ha jól tudom, valami ilyesmi őrködött a rend fölött, hogy ne zavarja meg semmi ezeket a dolgokat. De ugye maga az adásvétel is ilyen évszázadok alatt kialakult szokásjog szerint zajlott. Mit tudunk erről a mai utódoknak elmondani? Hogy történt ez például jószág vásárlás esetén, főleg a nagy jószág, ló, szarvasmarha, mondjuk a sertés az már egy kicsit más kategória volt. Rendkívül komoly folklór irodalma van, annak ellenére, hogy igazából a néprajztudomány csak a 19. század végétől, de még inkább a 20. század elejétől figyelt fel a vásároknak a világára. Kezdjük talán ott, hogy a kisbíró szerepe nélkülözhetetlen volt ebben a folyamatban, hiszen ő volt az, aki úgymond megnyitotta a vásárt, vagy aki kihirdette, bejelentette, vagy kidobolta, hogy szabad a vásár. Hajdonánás esetében ennek egy fix helye volt, egy fix pontja volt mindaddig, amíg bent tartották a vásárokat. A jelenlegi Kossuth szobor mellett állt egy emelvény, tulajdonképpen egy kőből rakott, körülbelül 3 méterszel 2 méter nagyságú, mondjuk fél méter magasságú plac, egy kis terület, ahol az aktuális hirdetéseket végezték el, egyébként pellengérként is szolgált, hiszen igazságszolgáltatás. Erről egy picit majd később, azért itt a vásár. És ezen a helyen zajlott, tehát magyarul a kisbíró nyitotta meg a vásárt, hirdette ki, vagy jelentette be a vásárt, és a hivatal képviseletében, vagy ha úgy tetszik, a király képviseletében, hiszen a király zászlaja is mindig, mint hivatalosság jelen volt, felügyelt a vásár rendjének menetére, mint ahogy egyébként különféle biztosok, azt mondanánk, hogy rendőrök is jelen voltak, hiszen azért a jó hangulat eredményeképpen azért sok minden előfordulhatott, mert a fokos az nem biztos, hogy mindig a csizmaszárban maradt, hanem esetleg megvillogtatták a napfényben. És akkor térjünk rá arra a részére, hogy milyen lehetett ezeknek a vásároknak a folklórja, tehát a népi vonatkozású oldala.
Ma, ha kimegyünk a piacra, legjobb esetben elfogadjuk azt az árat, amit nekünk ajánlanak. Esetleg a régi hagyományokat követve talán van, aki elkezd alkudozni. Na most itt kell megállnunk egy pillanat, hát tudnék a vásárnak, mint hogy a piachozásnak is alapkritériuma volt az alkudozás, az alku. Anélkül komoly vásár nem volt. Azt mondották, hogy az a vevő, aki nem kívánt alkudni, az méltatlan volt arra, hogy vásároljon, vagy komolytalan vevő volt, vagy egyszerűen idétlen volt erre a feladatra, hiszen minden, aminek az árát kimondotta az eladó, abból illett lealkudni. Na most ennek megvolt a maga folklória, erre komoly rigmusok születtek, ezeket generációról generációra ismételték a parolázásokkal, az utána következő áldomáshívással, aminek az összes cél egyetlen volt csupán, hogy valamilyen módon az árakat, amelyeket az eladó elképzelt, a vevő valamilyen módon leverje. És ehhez kapcsoltak ezek a különféle jóízű, adomaszerű rigmusok. Hát ha valaki még emlékszik, idősebb nemzedék talán még igen, hogy valamikor még az 50-es, 60-as években, de ugye ez már a vásár világának a leáldozó szakasza volt, de azért még itt Hajdúnánáson is jelentős vásárok voltak, óriási nagy területeket fogott fel. Kint a mai honfoglalás vásártér, tehát ugye a Hunyadi utca vége, tehát óriási nagy területeken zajlott ez az állatvásár, azért itt jellemzően elsősorban állat és kirakodó vásár volt. Tehát rengeteg iparcik, ruhanemű itt cserélt gazdát. De például, tehát említetted az áldomás ivást, én azt olvastam, hogy komoly adásvételre nem is kerülhetett sor, ha valaki nem parolázott, nem fogott kezet, tehát az ugye egy aláírással egyenértékű volt. Illetve hát utána áldomást kellett élni. Hogyha nem itták el az áldomást, akkor az nem is számított igazi adásvételnek. Így volt ez, vagy pedig ez csak egy kicsit ilyen nagyon is népies túlzás? Ha visszatekintünk a múltra, akkor azt látjuk, hogy az adott szó eleje az mindenek feletti volt. Ezt ma nagyon nehezen értjük meg, hiszen olyan világban élünk, amikor mindent papíron szeretünk látni, és minden pecséttel igazolva. A régi világban erre egyáltalán nem volt szükség, hiszen a kimondott szónak az eleje mindenek feletti volt, és ha ez még kezet is nyújtottak, azaz paroláztak egymással, a legvégén pedig áldomást is ittak, hát persze természetesen a nagyobb forgalom, nagyobb értékű tárgyakra vonatkozik ez, vagy jószágokra, akkor ez gyakorlatilag a legfontosabb pecsét volt egy adásvételen. Tehát a dolog lényege az adott szónak az eleje. Az emberek akkor még feltétel nélkül megbíztak egymásban. Ugye ezeket a vásárokat, mint említettem, tehát ugye állatvásár volt, ez Hajdúnánáson is leginkább ez volt a jellemző. Ha jól emlékszem, talán ugye az első március az inkább a juhvásár, aztán az nagyobb jószágok vására, majd pedig a téli hasonló módon. De hát nagyon sok szórakozási lehetőség is volt. És az áru cserében is, tehát volt, amikor úgynevezett árucsere volt, tehát mondjuk a felvidékről hozták a különféle edényeket, hiszen itt azért ez nem nagyon volt meghonosodva, jószágot adtak, vagy bármi mást adtak cserébe. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, ugyanis egy-egy vásárhelyhez komoly vonzáskörzet tartozott. Egyrészt a saját környezete 15-20-30 kilométeres kisugárzással, ahonnan érkeztek a különféle érdeklődők, a leendő vásárlók, és természetesen azok, akik portékáikat kínálták. Azok lehettek mesteremberek, kerékgyártók, kovácsok, kalapkészítők, bárkik tulajdonképpen, illetve hozzá kell vennünk azokat a messzebbi, távolabbi tájegységeket is, ahonnan olyan portékák érkezhettek adott esetben az Alföldre, jelesül Hajdúnánásra, amelyeket itthon nem tudtak előállítani. Gondoljunk például a felvidékről ide készen leszállított hidas ólakra például, vagy a különféle fa készítményekre, mondjuk a Kárpátok túloldaláról, már Erdély területéről, tehát magyarul egy tájegységeknek, vagy nagyobb tájaknak a találkozó helye is volt. És amit ezzel egyetemlegesen különösképpen is hangsúlyoznunk kell, hogy azon túl, hogy a vásár az az adásvétel színhelye, első renden is legfontosabb, amit meg kell jegyeznünk a múltra vonatkozóan, hogy ez egy nagyon fontos, nagyon kiemelt kulturális esemény volt. Miben nyilvánult ez meg? Abban, hogy az emberek erre az időre kisebb-nagyobb távolságról, vagy adott esetben a településről, ezen a napon, vagy ezeken a napokon szabadultak meg úgymond mindennapi terheiktől. Ezen a helyen, a vásárban találkoztak olyan ismeretekkel, információkkal, kulturális eseményekkel,
képmutogatással, különféle játékokkal, szórakozási formákkal, amelyek egyébként az ő életükben, az adott helyen, ahol ők éltek, gyakorlatilag nem fordulhatott elő, csak és kizárólag akkor, ha ellátogattak egy vásárra. Ezért hangsúlyozunk tehát az, hogy a legfontosabb kulturális esemény volt, azon túl egyébként, hogy a hírszerzésnek is a legfontosabb és meghatározó helye is volt a vásár. Nekem gyakorlatilag hogy a tájegységek kultúrája is keveredett. Igen. Itt. Tehát tényleg egy hihetetlen olyan valami volt a vásár, amit ma már, hát nem is tudom, hogy mi tudna talán helyettesíteni, de igazából azt gondolom, hogy talán nincs, tehát ez már véglegesen a múlté, a vásárok világa, az a közvetlen emberi kapcsolatok, amik ott kialakultak például, az hihetetlen mértékben bővítette a helyi társadalmak itt élő emberek látókörét, mert ugyanígy visszafele is működhetett ez a dolog. Ez azért nagyon érdekes, mert ha magunk elé képzeljük azt a világot száz órakkal ezelőtt, amelyikben a férfi ember még csak-csak ellátogat nagyobb távolságra, mert elviszik katonának, és esetleg évekig oda van valamelyik távoli részén a birodalomnak, a Habsburg birodalomnak, de az asszony népnek, a fehér népnek esélye sem volt rá, egyetlen lehetősége maradt, hogy az út viszonyoknak megfelelő körülményeket is belekalkulálva a vásárokra látogassanak el. Na hát ezek a vásárok alkalmasakká váltak arról, hogy az egykori katona cimborák ilyenkor találkozzanak, mondjuk negyedévent egyszer, hogy a rokonság ezen a helyen találkozzon, arról nem is beszélve, hogy kereszteléseket vagy egyéb családi eseményeket is sokszor ezekre az alkalmakra időzítettek, hiszen ne feledjük el, hogy ezek egyben templomos helyek is voltak, és sok-sok századon keresztül a templomok környezetében zajlottak a vásárok. Tehát úgymond össze lehetett kapcsolni egyházi, tehát lelki jellegű igényeket az ilyen jellegű vásározó kulturális rendezvényekkel, eseményekkel. Tehát nagyon praktikus volt ezeknek a vásároknak a megszervezése, és még visszatérve kicsit ugye az 1800-as, tehát ugye a vásárok rendezésének időszakára, ugye Debrecen vonzás körzetében ezek a hajdú települések, hajdúvárosok azért jelentősen meghatározóak voltak, de mindenféleképpen Debrecen volt a központ, és ehhez igazították a többi települések vásártartási napjainak a beosztását. Tehát ezt is nagyon praktikusan megoldották. Nem volt ugyanazon a napon vásár, mondjuk Böszörményben, meg Nánáson, ugyanabban a hónapban, ugyanazon a napon, hanem ezt nagyon szépen megoldották. De mégis talán a legnagyobb a debreceni nagy szabadság volt. Mit kell ezen érteni? A mai fülnek ez egy kicsit furcsán hangzik, és nem is nagyon tudják értelmezni. Igen, mindenképpen magyarázatot igényel. Kezdjük talán ott, hogy járt egy mondás még a 19. század végén, azóta sajnos ez már nincs, kikopotta az emlékezetből, hogy az a legény, vagy mondhatjuk úgy is, hogy leány, aki nem talál magának párt a Mádi bálban, vagy a Mária Pócsi búcsúban, vagy éppenséggel a debreceni nagy szabadságon, vagy nagy vásárban, akkor azt vihetik akárhová, úgysem lesz neki párja. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy akkora volt a sokadalom, olyan volt úgymond a felhozatal még fehér népen is, nagylányokban, férhez készülő vagy férhez adandó leányok tekintetében is az oda elvitt hozományukkal együtt, hogy ezek az alkalmak erre is alkalmasakká váltak. Mert hogy a szabadság, amelynek ebben az esetben két értelme van, és igazából a magyar nyelvterületen csak Debrecen esetében maradt meg ilyen, vagy keletkezett, vagy formálódott meg ilyen klasszikus formában, hogy a vásárokat, ezeket a nagy országos vásárokat szabadságoknak, illetve nagy szabadságoknak nevezték. Mit jelent ez a szó, hogy szabadság ebben az esetben? Eredendően elsőrenden történelmi mélységét tekintve azt jelenti, hogy szabad volt nagyon sokféle, vagy mindenféle terméket forgalmazni, árusítani ezen a helyen. Tehát a termékek forgalmazásának szabadsága volt. Másrészt pedig szabadság azt is jelentette, hogy azok a emberek, akik bele voltak zárva a napi hétköznapjaiba, jobbágy társadalom, vagy egyáltalán egy településen belüli napi menetrend, ezen a napon, vagy ezeken a napokon léphettek ki ebből a mederből, azaz szabadságot kaptak eleinte vasárnapon, majd a későbbiekben egyébként már 1200-as évektől szombati napon, ekkor volt a nagy szabadságoknak a napja, tehát magyarul kiléphettek a szokásos környezetből, és itt szabaddá válhattak, megszabadulhattak a kötöttségeiktől. Itt úr és szegény úgymond minden rendű és rangú ember nagyjából egyforma volt. Ezzel együtt jár a minden olyan dolog, és egyébként, hogy egy picit ilyenkor könnyebben
kiléptek a hámból, úgymond a férfi emberek. Kicsit szabadosabban viselkedtek. Kicsit szabadon, máshogy viselkedtek. Nem volt akkor a kötöttség, mint otthon, és nem kellett a figyelő szemektől tartani, mert ne felejtsük el, hogy a korabeli társadalomban a falu szája, a falu szeme az nagyon nagy békjót jelentett. Nagy vásárban azért nem teljesen így volt. Hát ha már csak mondjuk a mondásra is gondolunk, a lányok tekintetében, tehát azért, tehát hogy aki a Mádi búcsúban, illetve hát a debreceni nagy szabadságban nem talál, akkor az már nem fog elkelni sehol sem, tehát igen, akkor azért itt azért a lányoknak is, a fehér népnek is volt némi mozgástere. Ugye a vásárokban felhajtották a jószágot, elvitték az árut, kirakták az árut, tehát ott helyben meg tudta tekinteni, hogy mit tud megvenni, és meg is vehette. Azonban volt egyfajta úgynevezett mustra szerinti árusítás is, amikor csak mintát, mustrát vittek. És az az érdekes, hogy itt a hajdonállási piacon, még a közelmúltban is, tavasz elejé időszakban lehet látni idős nénikéket, bácsikákat, akik kis zacskóban különféle kukorica, búza, egyéb magvakat hoznak fel és mutatják meg. Tehát valahol még egy maradék az idősek közében még van ennek a mustra szerinti árusítása. Nagy jelentősége van, és a történelmi mélysége is igen jelentős, hiszen akármilyen nagy kiterjedések voltak is a vásárok, azért oda mindent nem lehetett felszállítani. Az eladandó portéka teljes mennyiségét azért nem hajtották fel. Vegyük például a jószágokat. Ha valamelyik nagy gazdának mondjuk 200 eladni való szürke marhája volt, nem feltétlen hajtotta fel a vására, mert még 10 egyéb társának is bizony hatalmas tájakról ide érkezvény volt ugyanannyi. Hát ezek nem férhettek el. Hát egy ilyen település főterén, vagy az újabban kijelölt vásártéren ez természetesen nem férhetett el, de ízelítőt egy néhány jószágot bemutat. Ugyanez vonatkozik egyébként mondjuk a szálas takarmányokra. Gondoljunk csak arra az időre, még nem is olyan régen hagytunk magunk mögött, amikor egy eladandó portékát az utcáinkon egy-egy háznál nem úgy hirdettek, hogy kiírták, hanem egy karóra odaakasztottak egy csóva szénát például. Ebből mindenki tudta, hogy ott széna van eladó. Nos, hát ebben az esetben is működött ez ugyanígy, de vonatkozhatott ez természetesen egyéb termékekre is. És azért ne felejtsük el, hogy a vásároknak a elmaradhatatlan szereplői voltak az úgynevezett felhajtók, vagy nálásra a kuffantóknak nevezett elsősorban fehér népek, akiknek kettő szerepük volt. Egyrészt vagy a piac, vagy a vásár megkezdés előtt végigjárták a települést, és fölvásárolták olcsó áron még, tehát nem piaci áron a különféle portékákat, és aztán haszonnal adtak túl rajta, illetve a másik jellemzők pedig az volt, hogy úgymond felhajtották az árakat, felemelték, tehát szándékosan ígértek többet egy-egy portékára, hogy majdani vevő esetleg többért vegye meg, mint amit egyébként valójában adott esetben az a portéka érhet. Ez egyenrangú fogalom a kupeccel, vagy ők egy kicsit másfajta réteg voltak? Tulajdonképpen igen, azzal a különbség, hogy a kupec az elsősorban az állatok területén, tehát ők voltak, akik ott ügyeskedtek jószágok vonatkozásában, olcsón megszerezték és drágán eladták. Mellesleg egyébként nagyon sok tiltó rendelet volt ellenük, hiszen a helyi társadalom kárára végezték munkájukat sokszor, hiszen természetesen áron alul tudtak csak eladni adott esetben jószágokat a kupecek tevékenysége miatt. Volt a vásárokban egy időszak is, amikor nagyon szigorúan védték a helyi iparosokat, kézműveseket. Tehát, hogy mit tudom én, a vásár valamely első szakaszában valameddig csak ők árusíthatak, és majd csak utána jöhettek másik településekről be a vásározók. Ez egy nagyon-nagyon fontos megállapítás tekintettel arra, hogy a vásárok egyik elsődleges hozadéka a távoli századokban éppen az volt, hogy ahol vásáros hely van, a helyben termelő mesteremberek, a céhek alkalmazottai vagy a céhek mesterségei adhassák el nem csupán a helyi társadalomnak, hanem az odaérkezőknek is a portékáikat. Tehát ez egy nagyon-nagyon bölcs védelem volt a helyi termékek tekintetében. Ez tényleg valójában azt jelentette, hogy egy bizonyos napon csak helyi mesteremberek árusíthattak, és más napokon pedig, ha olyan portékával már nem tudtak szolgálni, amire egyébként lett volna még kereskedelem, na akkor jöhettek a távolabbról érkező különféle mesterségbeli képviselők. Tehát ezt is nagyon-nagyon bölcsen megszerkesztették. Hát ugye a napjainkra ezek bizony már mind a múlt, tehát könyvekben, etnográfiai tanulmányokban mindezekről olvashatunk. Kiszorította a fejlődés ezeket a vásárokat. Mit tud? Tehát már csak az emlékük marad.
Én is ahhoz a generációhoz tartozom, akinek az emlékeiben még valami él az 1960-as évek, egy picit a 70-es évek elejéről, de hozzá kell tegyünk, hogy ezek a vásárok sem azok voltak már, amilyenek az előtt, a korábbi időszakok vásárai lehettek. Éppen Kunkovács Laci bácsi említi egyik itteni pásztorember szájából, hogy uram, azokat a régi vásárokat nem lehet leírni, nem lehet elmondani. Azokat csak meg lehetett élni. De azt is elmondták a régiek, Móricz Pál írt például róla, hogy neki a 20. század elején azt mondták az akkoriak, hogy a mai vásárok, gondoljuk be a 100 évvel ezelőtt időről van szó, már meg sem közelítik a régieket. Most hát ez mindegybevetve azt jelzi, hogy a vásárok mindig kezdtek kopni, mindig kezdtek zsugorodni tartalmukban, jelentőségükben. Miért? A magyarázat talán ott keresendő, hogy a kereskedelem, különösképpen a vasúthálózat kiépülését követően olyan mértékben elszállította a településekre a különféle kívánalmakat, az élelmiszertől kezdve egészen a különféle termékekig, portékákig, mezőgazdasági cikkekig, még akár a jószágokig is, hogy ez természetszerűen zsugorította, tehát csökkentette a vásároknak a jelentőségét. Egészen addig, hogy az állattartás jelentősége szinte teljesen megszűnt minden településen, így például Hajdunánáson is, és azok a nagy jelentőségű országos vásárok, amelyek teljes felhozatallal rendelkeztek, még a csizmától a cipőn keresztül, a tejtermékeken át egészen a jószágokig, ezek gyakorlatilag már elhalványultak, nagyon finoman fogalmazva, vagy talán meg is szűntek. Hát körülbelül nagyjából megszűntek. Még visszatérve egy picikét a régmúltra, illetve hát az nem is annyira nagyon régmúltra, egy ilyen 40-50 évvel ezelőtt azért még az úgynevezett vidámvásárok még azért úgy nagyjából léteztek. És ez a gyerekeknek óriási nagy szórakozási lehetőséget nyújtott. Teli voltak körhintával például, meg mindenféle fajta olyan szórakozási lehetőséggel, ami mondjuk Budapesten talán a Liget vagy hasonló nyújtotta a gyerekeknek. Hát az itteni a vidékieknek meg ez volt. Igen, ez egy nagyon érdekes hozadék a vásári kultúrának, és szándékosan használom ezt a szót, hogy vásári kultúra, hiszen mint említettük, beszéltünk róla mélyen, a kulturálódásnak egy nagyon fontos szintere volt. Tehát ott, ahol nagyon nagy a sokadalom, ahol nagyon sok ember van, természetszerűen nem csak felnőttek, hanem gyermekek is, hiszen szándékoltan a szülők ilyenkor egyébként egyszer-kétszer elvitték magukkal a nagyobbacska gyerekeket is. Na most természetszerűen azokat nem annyira érdekelte az adásvevés, számukra egészen különleges programot kellett biztosítani. Na hát itt voltak az ő részükre a különféle bővészkedők, a tűzzel játszók, a képmutogatók, és aztán majd megjelentek szép lassan a körhintás mutatványosok is, akik egy különleges szórakozást nyújtottak a gyerekeknek, mert hogy aztán a mi gyerekkorunkban is jellemző volt már, hogy egy vásár ilyenfajta tevékenység nélkül, vagy szolgáltatás nélkül elképzelhetetlen volt, szerves kiegészítője lett a vásári életnek. Szintén a vásárok jellegzetes ajándéktárgya volt például a különféle fajta mézes kalács, szív, huszár, vagy a cukorkák és hasonló medvecukor. Tehát ez nem ilyen volt, mint mostanában, hanem ez sokkal egyszerűbb volt, de hát azért ennek is jelentősége volt, főleg a mézes kalácsos. Annál is inkább, mert a vásárba a családtagjai közül mindenki soha nem mehetett el egyszerre, hiszen valakinek otthon kellett maradni, a több okból, tűzre vigyázni, a házra vigyázni, hát és a jószágokra. Így hát az asszony ember, tehát a feleség is megosztott egymás között, hogy egyik évben vagy egy évben egyszer egyik, aztán meg a másik ment, és annak megfelelő gyerekeket vitt magával az asszony a leányokból, a férfi pedig a fiúkból. És ez azért nagyon fontos, mert ilyen szempontból az otthonmaradóknak is egészen másfajta élet, másfajta világ keletkezett, mert hogy ők pedig nagy lelkesedéssel várták haza a vásárban lévőket. A vásárfia. Mert hogy vásárfia nélkül hazamenni a legnagyobb sértés lett volna. Legény a párjának szerelmi ajándékot, nyilván egy huszát, vagy egy szívet, vagy valami olyasmit, ami azért egy kicsit megdobottatta a leánynak a szívét, ahhoz illő szép felirattal, és a gyerekek számára pedig valamilyen féle medvecukrot, vagy éppenséggel egy csavart, nem tudom milyen cukorkafélét, ami nemzeti színekkel volt kifestve, vagy egyéb édességeket, főleg mi
mézes kalácsféléket vittek, és egy picit álljunk még itt egy szóra, turnéli. Az ilyenfajta mesterségek továbbélését éppen az biztosíthatta, de nem csak a mézes kalácsokét, hanem sok egyéb mester, mondjuk a csizmadiákét is, hogy a bármennyire is betódult, megjelent, befurakodott az ipar, a nagykereskedelem a vásárokba, többek között mondjuk a vasút által, vagy a javuló közúti közlekedés eredményeképpen, mert könnyebben tudtak nagy mennyiséggel árut mozgatni, azért mindig maradtak rések, és ezeket a réseket, amelyet a nagykereskedelem, vagy inkább az ipar nem tudott biztosítani, ezek a kiskereskedők, vagy még inkább a kisiparosok szépen el tudták végezni. Hát gondoljunk egy dologra, a parasztember itt Hajdonásra is nagyon, nagyon szívesen használta a bocskort. Aztán nem is biztos, hogy mindig szerette megcsinálni, mert nem volt rá ideje vagy anyaga sem, inkább megvette a vásárban, mert ezek a kisiparosok bocskorszerű szandált, paraszszandált, ahogy mondották, készítettek. Tehát többek között ezt is ilyenkor és így módon szerezték be. Tehát ugye a vásárnak, a vásároknak számtalan hozadéka, ága, boga volt, mondjuk így, hogy volt, mert ma már nem igazán van, de volt egy nagy jelentősége az adott városnak is, városoknak, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok vásáros település volt, tehát helyneveink is árulkodnak erről. Milyen bevételi forrás, mit jelenthetett egy adott településnek, hogy vásárt tarthatott, mert ez bevételeket jelentett? Mindenképpen, tehát a vásárbíró és az egyéb ezzel a feladattal megbízott úgynevezett hivatali személyek helypénzt szedtek. Ez manapság is használatos egyébként, ha ma a piacra kimegyünk, ott is mindenki, aki árusít, helypénzt fizet. Tehát a helypénz az egy olyan helyi adó volt, ami első renden is az önkormányzat kasszájába futott be. Ebből következőleg azoknak a hivatali alkalmazottaknak a feladata, akik ezzel voltak megbízva, bizony nagyon fontos volt. Nem is biztos, hogy nagyon szerették őket egyébként, mint hogy manapság is nagyon szeretik a helypénzszedőket, mert hogy ők könnyedtelen emberek, idézőbe téve, hiszen mégiscsak a hivatal vagy a hatalom érdekeit képviselik. Tehát ezzel együtt azt mondhatjuk, hogy ide mindig egy olyan helyre, ahol vásárt tarthattak, oda nem csak a nép áramlott, hanem a nép a pénzét is elhozta. És nem csak olyan helyen költötte el, ahol valakik a szolgáltatások miatt ehhez hozzájuthattak, hanem éppenséggel gyarapították egy településnek a kasszáját is. Ennek lehetett az a hozadéka, vegyük például Hajdonállás esetét, hogy a 19. század végére, 20. század elejére szép lassan kicsinosították a település központját, a piacterét, a vásárteret, aminek addig az volt a jellemző, hogy össze-vissza épített bódék álltak rajta, régi fényképeink még egyébként hoznak is erre egy-egy példát, és a település vásárának környezetét kiépítették gyönyörű polgári stílusú, városias stílusú épületekkel. Miért tehették ezt? Hát azért, mert a bevétel, a városnak a bevétel pontosan a piacozásból és vásározásból keletkezett, és futott a többek között erre is. Ugye pont ebből, tehát hogy ugye itt összpontosult a vásárok, a heti vásárok, nagy vásárok, piac, minden itt a főtéren, aztán ez később már gátja volt mindenféle fajta fejlődésnek, tehát már az 1920-as években már cikkeztek róla, hogy hát azért jó lenne valahova elhelyezni. Tehát ugye a fejlődés ezt hozta magával, már nem volt nagyon elegáns, hogy jószágok, tehát azért az bizonyos szennyeződéssel, szagokkal, egyebekkel jár, a Laci konyhások, tehát azért volt itt jelentős, de forgalom, hiszen azért láthatunk egy-két képet, amikor ez a tér dugig volt szekerekkel, taigákkal, és fiákkeresek álltak itt a művelődése az akkori szálloda előtt. Tehát azért volt itt élet és forgalom, még egy-egy heti vásár alkalmával. Igen, ez a lényeges. Tehát, hogy ezek heti vásárok voltak, tehát több, mint piac, azaz nem csak élelmiszert árusítottak, hanem a gyékényen sok mindent megjelenítettek, és sok mindent kínáltak, de természetszerűleg az életnek egy olyan világát örökítették még át erre az időszakra, tehát a 20. század elejére is. Ezek a vásározók, amelyek tényleg gátolták a fejlettebb, a kultúráltabb városi életet, és tulajdonképpen ez motiválta azt már a 19. század végétől, hogy egyre több helyen, így Nánáson is felvetődött, hogy ezeket a vásárokat szép lassan ki kellene telepíteni olyan helyre, ahol sokkal nagyobb a tér, és ahol egyébként többek között a jószágok nem szennyezik a környezetet, amiben az úri nép nem nagyon szeret belelépni, mármint a produktumába a lovaknak vagy a teheneknek. Hát gondoljunk bele azért, mit hagytak maguk után ezek a jószágok. Tehát magyarul kerékkötői lettek a vásárok a belterületeken, a települések fejlődésének. Viszont azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a piac tér
mint minden településen, szinte mai napig őrzi sok helyen egyébként egykori feladatát, rendeltetését, még a vásártér elnevezésben is. A beszélgetésünk elején említetted ezt a bizonyos kis kiemelkedést, amit valahol a Kossuth szobor tájékán lehetett, olyan 2-3 méteres és pellengér, mondtad. Azért néhány mondat erejéig beszéljünk már erről a pellengéről, hiszen akár még kapcsolódhat is a vásárokban elkövetett különféle fajta szabálytalanságok, nem is szabálytalanságokhoz, hanem lopásokhoz és hasonló dolgokhoz. Nagyon is kapcsolódik. Előzménye ennek az, hogy a református egyház úgynevezett eklézsia követései azok arról szóltak, hogyha valaki kihágott, mondjuk paráznosságot követett el, vagy istenkáromlást, tegyük hozzá rögtön, hogy nem a mai értelemben káromkodtak a régiek, hanem adta, vette, teremtette, ennyi elhangzott, akkor ezért már pálcaütés jár. Nos hát addig, amíg a pellengét itt meg nem építették, az én megítéseim szerint 1800 táján történetet, akkor a református egyház templomában, a fő kapujánál állt az illető, és egy nyakvassal, vagy egy nyakába akasztott táblával adta hírül, hogy ő valamiben vétkezett. Na most, amikor a vásárok ilyen szintre értek Hajdonálláson is, mint amiről beszéltünk, fontosnak tartották, hogy ezt az eseményt úgymond elhozzák a templomtól, illetve megtartották ott is, de tekintett arra, a nevelő ereje, a fenyítő ereje a közösség előtt mégiscsak nagyobb volt, hiszen itt mindenki láthatta, nem csak azok, akik reformátusok, és nem csak azok, akik nánásiak. Ezért építettek erre a célra külön egy bizonyos helyet, pellengérnek nevezték, és ezen a helyen botütéseket, pálcavereseket, nyakvasozásokat, táblásbüntetést eszközöltek, egyébként kalorát is alkalmaztak, mert abban az esetben, hogy olyan bűnt követett az illető, akkor egy ilyen vasból készült alkalmatosságba zárták be, és a vásárok idején mindenképpen ott tartották, hogy okuljon belőle a nép. És csak érdekességként mondom, hogy ez a bizonyos alkalmatosság, ami az utóbbi időben, tehát a 20. században már inkább a kisbíró kikiáltási helyévé vált, tehát a rendeleteket mondjuk nem interneten tették közé, hanem ott dobolta ki a kisbíró. Ezek még az 1910-es években is fönnállnak, erről fényképeink is vannak, tehát a Kossuth szobor mellett ott van ez a bizonyos egykori nagyon nagy jelentőségű pellengér. Tehát ugye végül is összegzésként elmondhatjuk, hogy óriási nagy társadalmi jelentősége volt a vásároknak a maguk idejében. Lejártak ugye a nagy üzletek, a falak közé szorították a kereskedelmet, már a társas érintkezés formái is teljesen mások, mint annak idején a vásárokban volt, tehát egy teljesen más életet élünk. De azért azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben, szavainkban, mondásainkban őrizzük a vásárok emlékét. Csak most az imént említetted, hogy gyékényen árultak. Van a mondásom, hogy egy gyékényen árul valaki. Ja, ez is ide vezethető vissza. Vagy a ponyváárus, ugye, mert a vásári kultúra egyik fontos része volt a könyvek árusítása. Ponyvaregények. Ponyvaregények, mert hogy a ponyván árusított regényekről van szó. Vagy amit nem is említettünk, hogy még manapság is nagyon sok helyen nagy megbecsüléssel őrzik a különféle olajnyomatokat, vallásos témájukat, történelmi vonatkozásokat, Kossuth, Széchenyi, vagy éppenséggel Jézus, Szűz Mária. Ezeket ilyen helyeken vették meg az emberek. Hát hova mentek volna? Elhozták a helyükbe ezek a kereskedők, és ponyván, kiterítve válogathattak ezek közül. Meg festettek arcképeket, tehát nagyon-nagyon széles körű szolgáltatás volt ezekben a vásárokban is, és hát nagyon-nagyon sok embernek nyújtott megélhetést. A kupecek, a felhajtók, mert hát, sok mindenki másnak. Hát ugye ez már egy eltűnt világ, de azt gondolom, hogy érdemes rá emlékezni és megőrizni, és akkor ugye ez a kötet is, ami ugye most itt megjelent, azért sok fotóban örökíti meg a nánási vásárok egy-egy életképét, tehát őrzi meg vagy az elkövetkezendő évszázadoknak is, reméljük, hogy így lesz. Ez a kötet azért fontos számunkra, mert lát lehet egy olyan világot illetően, amit mi az idősebbek, személy szerint talán még én is valamelyest megélhettem, láthattam, de azok, akik nincsenek közöttünk, őket egyrészt láthatjuk arcukkal, másrészt pedig valamilyen ízelítőt kapunk abból a világból, ami sajnos ma már csak fényképeken létezik. Köszönöm szépen a beszélgetést, hogy egy picit visszapillanthattunk úgy általában a vásárok történetébe, és ezen belül pedig a hajdonállási vásárok történetébe, hiszen, mint már többször is utaltunk rá, ez bizony már a múlté, ezt ma már csak írásos, vagy pedig hát egy fotóalbum formájában tudunk felidézni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.